Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy újabb példát szeretnék mutatni arra, hogy a háttérben bizonyos erők azok, amik a szálakat mozgatják a világban, és semmi nem az, aminek látszik. Az, ami eljut hozzánk a hírekből vagy a médiából, azt egyáltalán nem vehetjük készpénznek, mint ahogyan ez az eset is bizonyítani fogja azt. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Tisztában vagyok azzal is, hogy a többséget nem lehet meggyőzni szinte semmiről, amit nem fogad el a többség, vagy legalábbis azok a hírforrások, azok a fórumok, hatóságok, amelyek a hivatalos adatokat, illetve információt generálják, és azt terjesztik a világban. Meg fogom kísérelni ezért ezt az összeesküvést, ami ugye a cukoripar és a média összefonódásáról szól, valahogyan egybegyúrni az elhízással, azzal a problémával, amivel most már Magyarország is igen erőteljesen kénytelen küzdeni, az összes európai országgal együtt. Miként szolgálhatja ez vajon a világot uraló és irányító elitnek az érdekeit, teheti fel a kérdés bárki magának, amit én megválaszolok igen röviden, mert ez egyszerű. Az embert lehet kontrollálni számos módon, ha az élelmiszert vagy az ivóvizet ellenőrzése alatt tartja valaki, ezen kívül az alapvető energiaforrások, különösen a fűtőanyag, tüzelőanyag, valamint a közlekedés és a szabad mozgás, ami még egy ilyen terület. Mindemellett talán a legfontosabb mindenki számára az az egészsége. Azt mondják, hogy ha valakinek nincs egészsége, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi pénze van, vagy milyen van, úgyis mindenét hajlandó lenne feláldozni, vagy elfelejteni, csak hogy visszanyerje az egészségét. Ezért én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módja az emberiség ellenőrzés alatt tartásának az az, hogyha az egészségét lerombolják, és azután rá lesz utalva a rendszerre, mivel mindeközben elfelejtette azt, hogy hogyan is lehet azt megőrizni a legegyszerűbb módon. De kezdjünk is neki, az első cikk az elitmed.hu weboldalról származik, súlyos probléma Magyarországon az elhízottság, élen járunk az EU-ban. Jelenleg 38 országot tömörítő OECD legfrissebb 2023 végén publikált Health at a Glance kiadványa, talán úgy lehetne lefordítani, hogy egy pillantás az egészségre, vagy egy pillanat az egészségről, az egészségügyi kockázatok között vizsgálja a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a droghasználatot, az alacsony fizikai aktivitást és az elhízást. Az alacsony fizikai aktivitás, illetve az elhízás, tehát egészségügyi kockázat. Ki fogok térni nem soká a testmozgásra is, aztán megpróbálok segíteni azoknak, akik küszködnek ezekkel a problémákkal, vagy nem akarnak küszködni vele. Az EU-ban a népességnek a 60%-a küzd túlsúllyal vagy elhízással. A lakosság 41%-a túlsúlyos, 20%-a elhízott, minden ötödik ember elhízott, 40%-a túlsúlyos, de összességében véve 60% az, aki küzd ezzel a problémával, tehát több embert érint, mint amennyit nem. Magyarországon ez az átlag alatt van, 58%, szóval 2%-kal, de valamivel alatta van, ami az ötödik legrosszabb mutató az Unióban. Románia, Horvátország, Finnország és Csehország az, aki rosszabb nálunk. Ráadásul ebből 24% elhízást jelölt, tehát az elhízás magasabb Magyarországon, mint az átlag. 24% minden negyedik ember elhízott. Ez megdöbbentő, és ez a legrosszabb adat az Európai Unióban. Ha megnézzük az egész OECD-t, ezt a 38 országot, akkor csak az Egyesült Királyság, Chile, illetve az Egyesült Államok az, ahol több arányaiban elhízott ember él. Én nekem ez nem fér a fejembe, megdöbbentő számomra. Azt megjegyzik, és ez érdekes számunkra, hogy önbevalláson alapulnak ezek az adatok, és a 15 évesnél idősebb populációról van szó, azonban ha megvizsgáljuk a pontos méréseket, akkor azok magasabbak, mint az önbevallás értékek. Tehát valószínűleg, mivel ebben a cikkben önbevalláson alapuló értékeket alkalmaznak, a valóság ennél még rosszabb. Ez a grafikon igen kifejező, ami a ksh.hu weboldalon található,
tápláltsággal kapcsolatos korcsoport szerint 2019-es adatok a 15 és 17 évesek között, tehát ez még nem is felnőttek 15-17 év, az elhízottak, illetve a túlsúlyosak aránya 20% minden ötödik. Ez növekszik a 34 és 18 év közöttiek köreiben, ahol 35%. A 35 és 64 éves korosztályban, illetve már a fölött is 65-nél idősebb majdnem ugyanaz az adat, ott mindössze 25%-a az embereknek nem túlsúlyos vagy elhízott. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo Autya Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo Autya weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!